az, hogy két ember a 7 milliárd ember közül megtalálja egymást, és összedobbanjon a szívük. Hát ez tényleg csoda, és tényleg stimmeljenek a dolgok. Csoda. Csoda. Sziasztok, Anna vagyok, és üdv mindenkinek a Belögörnek az én YouTube csatornáján. A mai vlogban arról lesz szó, hogy imádkozz a jövendőbelidért. Tudom, hogy már volt videó erről ezen a csatornán, és elmeséltem, hogy én imádkozom a jövendőbelimért, és tadám! Megkaptam! Jó, vagyok Anna vőlegénye, és amit tudnátok kell rólam az, hogy én is imádkoztam a jövendőbelimért, és tadám! A mai vlogban azért fogunk a jövendőbelidért való imádkozásról beszélni, mert mi mind a ketten imádkoztunk a jövendőbelinkért, meg az adott, hogy megismertük volna egymást, és ez a mi kapcsolatunkban nagyon meghatározó volt. Nagyon sokat segített, hogy így megismerjük, hogy felismerjük, hogy ez tényleg az, amit Isten nekünk szánt és nekünk tervezett. Csodálatos érzés az, amikor meglátod valakiben azokat az értékeket, amikért igazából az elmúlt évek során imádkoztál. Ilyenkor azért úgy meg tud jelenni az az érzés, hogy na hát, igen, akkor valószínűleg, hogy ő az, akit Isten akar nekem szánni. Én már meséltem arról korábban nektek itt a videóban, hogy már egészen fiatal tínédzser koromtól kezdve imádkoztam a jövendőbelimért, konkrétan azért, hogy Isten majd adjon nekem egy társat, aki hozzám való, meg hasonlók, de úgy annyira nem konkretizáltam a dolgot, és annyira nem is rendszeresen imádkoztam. És aztán találkoztam egy néhány évvel ezelőtt, a kezembe került egy nagyon jó angol könyv, aminek az a címe, hogy imádkozz a jövendőbelidért, és készítsd a szívedet az ő számára. És ez nekem egészen új perspektívából fogta meg ezt az imádkozást, mert tényleg úgy imádkoztatott a jövendőbelimért, ahogyan, mintha egy olyan emberért imádkoznék, akit már ismerek. Persze nem tudok konkrétumokért feltétlenül imádkozni, de attól tudhatom, hogy ő is valószínűleg tanul, valószínűleg dolgozik, valószínűleg van szolgálata, van családja, vannak kapcsolatai, van az Istennel való kapcsolata, hogy ezekért mind lehet imádkozni, illetve azokért a területekért is, amiket én fontosnak tartottam, amikért azt gondoltam, hogy én ilyen férfi mellett szeretném leélni az életemet. Szóval igen, imádkoztam olyan területekért, amiket szerettem volna látni a férjemben. Például olyanokért, ahogyan tekint a családra, vagy ahogy tényleg szerettem volna az, hogy Isten dicsőségére szeressen élni. Egyszerűen érzed, hogy milyen jó, hát én valakiért rendszeresen imádkozok, és ez az ember itt jár, és én már most elkezdhetem őt hordozni. Igen, fantasztikus érzés az, hogy igazából elkezd nőni a bizalmad Isten felé, hogy igen, nem ismerem még az illetőt, de imádkozom érte, tudom, hogy létezik, tudom, hogy Isten a szívembe ültette azt a vágyat, hogy társam legyen, bízom is abban, hogy ezek az imák valóban célba érnek. Valakinek könyvekre volt szüksége, nekem is lett volna könyvekre szükségem, de mondjuk az én életemben úgy indult el, hogy mindig is imádkoztam társért. Vártam arra, hogy Isten ugye megmutatja őt nekem. Mindig is azt kértem, hogy Isten szerint való legyen, hozzám illő segítőtárs, tényleg, ami a Bibliában van. Hát keresztény emberként hát másért is imádkozhat az ember. Aztán, ami magamban voltak harcok, mondjuk kitartásért, akármiért küzdöttem, elkezdtem ezért is imádkozni, hogy bármilyen küzdelme van, akár az iskolában, akár bármi más csinál, akkor kapjon az segítséget Istentől. Akkor voltam egy ifjúsági órán, ahol pedig konkrétan erre hívták fel a figyelmünket, hogy a társunkért egész életünkben imádkozni fogunk, és hát sokkal jobb, hogyha már most elkezdjük gyakorolni. Tehát nem csak akkortól kezdve van szükség az imádságra, amikor már ismerjük egymást, hanem már addig is. Számunkra egy nagyon erős bizonyosság volt az, amikor egyre jobban megismertük egymást, és egyre jobban felfedeztük azokat a dolgokat egymásban, amikért imádkoztunk. Tehát ez egy plusz olyan pecsét jelez így a kapcsolatotoknak, hogy így látni fogjátok, hogy ez tényleg az, amit Isten készített nektek elő, és nem csak a full szerelmesek vagytok, vagy ilyenek. Amikor először megismertem Annát, azonnal ezt láttam benne, hogy Isten megáldja a szolgálatában. Na hát imádkoztam azért, hogy áldja meg a szolgálatában. Elkezdtem olyan dolgokat felfedezni benne, amikért imádkoztam. Imádkoztam azért is, hogy legyen szimpatikus számomra, és gyönyörű. Nekem ez nagyon fontos volt. Lehet, hogy mi gondoljátok, ó, ilyenért bárki imádkozik. Igen, mégis úgy érzem, hogy imádságomra ez válasz, és ezzel a bizonyossággal mehetünk tovább. Nagyon fontos imádkozni a jövendőbelinkért, és a jelenbelinkért is. Vagy hogy fogalmazzam meg?
És én ezen a csatornán már sokszor elmondtam, de tényleg nagyon hiszek benne, hogy az imának hatalmas ereje van. Úgyhogy bármit, amit dolgot akarsz csinálni, vagy ami álmaid vagy terveid vannak az életedben, azokat imában elő kell készíteni, és Isten minden imádságot maximálisan komolyan vesz. Úgyhogy még azokat az imákat is, amiket csak így félig komolyan gondolva, vagy kicsit szégyenlősen mondasz el, hogy te most még ezt is szeretnéd, Isten nem nevet rajta, hanem komolyan veszi. Így lettem szőke kétszemű, és 183 centi, elég kicsi voltam, és... Igen, vannak olyan dolgok, amikért nem imádkozol, de még azokat is megkapod, mert hogy Isten általában nem alávalkozik az imádságaidnak, hanem ő tudja pontosan, hogy mire van szükséged. Inkább még ráadás is ad, tehát olyan dolgokat is, amiket nem gondoltál, azokat is így meglátod, és tényleg azt mondhatom, hogy minden egyébként, amiért imádkoztam, ami számomra fontos volt, azt megtaláltam Timothy-ban, és még többet is. Úgyhogy hajrá! Imára fel! Isten nélkül nem tudsz tenni semmit. Imádkozni kell sokszor még azért is, hogy egyáltalán öröm legyen az életben. Tehát, hogyha ilyen kis vagy ilyen magától értetődő dolgokban szükség van az imádságra, hát mennyivel inkább szükség van, ami tényleg csoda, az, hogy két ember a 7 milliárd ember közül megtalálja egymást, és összedobbanjon a szívük. Hát ez tényleg csoda, és tényleg stimmeljenek a dolgok. Csoda. Csoda. Úgyhogy... Vegyétek komolyan, és imádkozzatok a társatokért, mert megéri. Megéri. Hogyha tetszett ez a videó, akkor lájkoljátok, és iratkozzatok fel a csatornára, és ez volt Timothynak az első videó, vlogja, az első közös vlogunk, és az előttünk álló időszak elég nehéz lesz számunkra, vagy sűrű legalábbis, és szeretnék rendszeresen készíteni videót, de nem tudom teljesen megígérni, és reméljük, hogy Timothy-t is viszont látjuk a csatornán. Úgyhogy lájkoljátok ezt a videót, és nyugodtan tegyetek fel kérdéseket, majd szeretnénk közös videókat csinálni, és közösen megválaszolni kérdéseiteket. Bármi sok mindennel kapcsolatban, lehet, hogy nem bármivel kapcsolatban. Igen, úgyhogy majd még láttok minket viszont, legyen nagyon szép hetetek, sziasztok! Jó, így? Ja, már megy! Nem baj! Majd kivágjuk. Sziasztok! És köszönöm! Hallom, jó, köszönöm! Online társkeresőn a baptistáknak most nyílt egy ilyen. Baptistatársad.hu a címe, és hát... Pöpec. Mi még nem voltunk ott. De biztos jó. Igazából nem is tudom, hogy létezik ez a társkereső. Biztos nem. Nem arról beszéltünk, hogy beszéltünk. Jó, nem. És iratkozzatok fel a csatornára. Ez volt Timothynak az első... Nem utogass! Hát hol kell feliratkozni? Nem tudom.